Na gyerekek, vessünk véget a műszaknak. Elég volt mára. Ennyi az idő. 1 óra. Ja, megfekszik, mert fáradt vagyok, se reggel 9-re jön egy ismerősöm. Na, de haladtam egy rendet. Hogy is mutogassam meg, nem tudom, majd holnap megmutatom. De ja, ez a fele nagyjából megvan itt. Az alján nem fog látszani, mindegy. Az alján van még egy néhány, ami nincs teljesen körbevarva. Ja, nem fogom teljesen most körbevarni itt. Úgy nagyjából megvarom őket, de azt később befejezem. Az a helyzet, hogy fogy el a tekercs. És már csak 2 tekercsén van a 10-ből. 2 épp tekercs. És még meg kell hegeszteni az alját. Ott voltam a Home Depot-ba, ettem volna még nem jutott eszembe az a helyzet, gyerekek. Tegnap gondoltam, hogy mi lesz, ha nem lesz elég, vegyek még 2 tekercset. De elfelejtettem. Na mindegy, van 2 tekercsem. Azzal az alját nagy. Hát az alját nincs olyan túl sok. Ugye a vinkliket kell odavarjam egyik oldalon az UHAS-hoz. Hát mind a két felén, de csak egyik oldalán az UHAS-nak. És akkor minden tábla közepén ugye van 2 keresztbe menő UHAS, és azokhoz, amit tudom, 30 centinként odavarom. Vagy teszek egy ilyen 4-5 centis varratot. Úgyhogy 2, 4, 6, 8, 8 UHAS van, amihez kell. Mondjuk teszek 5 varratot mindenikre, 8x5, 40, 40 darab ekkora. És ugye minden UHAS-hoz a vinklit odafogatni van, 13 UHAS. Tehát az 26 varrat. Hát, ja, vagy 70 varrat, 70 ekkora varrat. Azt szerintem egy tekásből kijön, és akkor a másik tekárcsal itt még varrom, addig elbírom. Na hát itt ez volt a tábla, ugye, amit mondtam, hogy hogy nyomok, azt végig leültem a seggémre, megfogtam. Megfogtam, így nyomtam lábbal. Én azt le kellett volna kamerázni. Nyomtam lábbal, egyik kézzel fogtam, és fél kézzel le. Vartam, így néztem ki, ne. Ültem itt így, és fél kézzel oda nyomultam, és vartam. Még így is van egy kicsi rés, mondjuk az ilyen 3 mm-ig be lehet tűteni, itt a végén van egy kicsit nagyobb rés, egy olyan 4-5 mm. De oda becsenek egy darab lemezt, valamit beteszek, s ja, jó lesz ez úgy alól is. Itt a nagyobb a hézagok, ja, egy-egy darab ilyen izét bevágok, lemezt, mert azért, hogy olyan gyorsan a drót, ugye, mikor nagy varrotokat kell csinálni, és kétszer kell megvarni, ki kell tőteni. Mert hogyha csak sima, egyenes varrat lenne, hát úgy is fogyna, ugye, mikor körbe kell varni 5 táblát, csak akkor megint 5, illetve 4-et, csak akkor megint ez 5 tábla körbe varva. Na, de mindegy, nem sajnálom, még egy-két tekercset, tehát veszek, csak mondom, elfelejtettem. De így is ugye körbe lesz az egész varva, csak lehet, hogy nem a hétvégén, hanem mit tudom én, jövő héten. Na, de azért akarom, hogy hónap reggel kerekfej koráns az aljának fogok neki. És ja, oda cseppentem a vinkliket, oda varrom, és a középen ezt a két-két UHAS-ot. És azzal kész vagyunk, indulhatok hétfőn a bányába. Az nem baszik egy őt is, hogy itt nincsen összevarva teljesen. De még úgy is kell varjak, ugye, tehát kívülről mutattam az oszlopokat, amik fel vannak szakadva, kívülről meg kell varjam. Meg a kabinom, meg minden, úgyhogy lesz még itt hegesztési munka. De a lényeg az, hogy ezt a 2 tekercset reavarrom, ami van, és azzal lehet a gépet beindítani, mehetünk a bányába. Hordhassuk a földet, hordhassuk a mulcsot, hordhassuk el a zakotalkott szemetet, ami olyan dobok ki. Úgyhogy ja, lehet már használni a gépet. Ja, hónap olajcsere, szűrőcsere, gyertyacsere, és lehet csapni.
Ja, még a lámpákat kell majd megnézni. Ja, így most már... Most már egész fasz a érzés, hogy majdnem kész van már, és így látom a végét az alagútnak. Ugye apám szokta mondani ilyen, meg most kezdett megjönni a munkakedvem. Ja. Hát sok munka volt, na, kitakarítani, kivágni, lepucolni, bepasszítani, behegeszteni, körbevarni. De jó tapasztalat volt, nem bánom, nem bánom. Az elején egy kicsit bántam, de most már nem bánom, mert annyit tanultam a menet közben, hogy megérte faszahol. Na jó. Hát fél már hideg a fejüte. Olyan. Akkor hogy legyen a festése? Még mindenképp még nem festeném le. Csak az oldalfalakot fessem le. Vagy egy rendet legalább alapozót tegyek a padlóra is. Hát úgyis fel fog kopni, ugye, de... De mit tudom én. Gondoltam, egyelőre nem festek le semmit. Azért legalább egy 2-3 hétig, 4 hétig, hogy lássam, ugye, hogy működik a dolog, hozzak 10-20 fuvart, lám felszakad-e valahol, újból kell-e varni helyenként, ahogy gyengébben vartam meg. Úgyhogy, ja, szerintem már kérdeztétek egy páran kommentekben is, hogy festem-e le, vagy nem festem, mi helyzet, de egyelőre hiszen nincs miért lefesteni, lám működik-e, felszakad-e, kell-e még javítani rajta. Ó, meg kérdeztétek páron, hogy vagy ajánlottátok, hogy hát csavarozzam le ugye a középső, a két gerendát, ami itt középen megy el. Tehát sajnálom a szép új padlómot kifúrni is. Azt az is, hát mert még több munka, mint a heggesztés. Hát hónap én bébújok alá, és egy két óra alatt leheggesztem az egészet. Hát sokkal hamarabb fog menni, hát ugye csak ilyen varratokat kell tenni, ne? Zsin, zsin. És míg mész egyik gerendától a másikig, addig pihen a heggesztő is, ugye a gép hűl. Úgyhogy ez hamar fog menni, sokkal hamarabb, mint ugye körbe varni. Ez tudjátok ki mennyi idő, hát mondom, számoljátok össze. Egy tábla 8 láb hosszú, és van két széle, ugye, tehát 16 láb egy tábla, 5 tábla, ezek a kicsikék 5 tábla, de ugye csak két oldala van, és a nagy volt 4 tábla, de annak is ugyanúgy két oldala 8 láb hosszú, tehát 9x16, és akkor még ugye a rövid oldalai 10x11x12x13x16, és akkor még a kicsikéknek is a rövid oldalai. Akkor már lehet venni 17-16 belékeveredtem már, nem tudom mennyi, mindegy, sok teljesen hosszan varni, főleg ugye kezdő elhegesztőnek, ilyen kicsi gépecskével. Na, de meg lesz ugye, időkérdése csak, s meg lehet mindent csinálni. Arra cseszegettetek, hogy mennyi időt elcseszek ezzel, de hát nekem ez a munkám, gyerekek, most ez a dolgom, itt tanyázgatok, javítgatok, s egyéb, úgyis a bányát, ugye intézem itthonról, s a YouTube, én nincs hova menjek, én számítógépes munkák nem nagyon vannak mostanában úgyse, úgyhogy ez így jó van, semmi gond ezzel nincs. Na jó. Menjek, dőljek meg. Ja, ma szar volt egy kicsit. Ja, hát az egész elmúlt napokban szar volt, mert későn keltem, és éjjel dolgoztam, és reggel korán, és fel-fel borult ez az életritmusom. Na, de azért is igyekezek, hogy álljon vissza az életem a kicsit normálisabb mederbe, mert most annyira
lekötött ez a projekt, hogy nem tudtam semmi máshova figyelmemet, nem tudtam máshova tenni. És még ott van a bánya, ugye a bányas, az a bánya az, ugye azzal kell foglalkozni, mert az hozza a pénzt, egyik bányagép szarakodik, mint fagy lekapcsol ki. Azzal tökörök már 2 napja. De amellett, ja, nincs időm semmire, le vagyok mindennel maradva. Üzenetekkel, meg e-mailekkel, meg telefon, meg minden. Ilyenkor nem tudok, ezt be kell most fejezzem. Kis türelmet mindenkitől. De ja, ezen túl kell legyek most gyorsan, hogy tudjak indulni a bányába hétfőn. És akkor aztán vége az éjszakázásoknak. Vaj, ki tudja. Mondjuk van még projekt elég, ugye házbot is kell folytatni a főszinten a mennyezetet berakni, gipszkartont, villany vezetés befejezni főszinten emeleten, és fürdőszobát, ja, beszerelni a zuhanyzót. Na, akkor még egy csomó egyéb dolog is van, de mindegyszerre meg lesz minden. Oké. Akkor menjünk, feküdjünk le. Hétvégén mi lesz? Ezen kívül semmi program lesz, nincs. Hogyha jó haladok, a billáncsás hegesztés hónap meg lesz, úgy nagyjából. Akkor vasárnap azért nyomhatunk egy live-ot, nem túl hosszú, de egy-két órást. Na jó. Kellemes hétvégét mindenkinek. Sziasztok!